Jelentős számban csökkennek az iparosok, mert a fiatal generáció csak a nehézségeket látja a szüleitől, és nem szívesen választják a szakmát, mondta az IPASZ elnöke. Emellett a jövedelmek sem magasak, annak ellenére, hogy a kata bevezetése jelentősen javított az iparosok helyzetén. Most azzal, hogy felemeljük a 12 milliós határa, az áfamentesség határát, ez további könnyítéseket ad a vállalkozásoknak, és ez látszik is ma már, hogy több mint 300 ezer vállalkozó választotta a katát. Az IPASZ nem tagja annak a tárgyaló delegációnak, akik a kormánnyal egyeztetnek a bérminimum és a munkaidő kérdésében, így nehezen érvényesíthetik a tagok érdekeit. Egyre kevesebben foglalkoztatunk a bérminimumon, illetve a garantált bérminimumon, hiszen olyan szakember hiány van ma Magyarországon, és ezt már tapasztalja ugye egyre jobban a lakosság is, hogy nem lehet bizony minimál béren foglalkoztatni jó szakembereket. Kénytelenek vagyunk mi is valahogy versenylépést tartani a nagyokkal, hogy el tudjuk látni azokat a feladatokat, amiket hát elvár tőlünk a lakosság. Ugyanakkor nagyon sok a kontár, teszi hozzá az IPASZ elnöke, akivel szemben a lakosság kiszolgáltatott, mert semmilyen eszköz nincs a kezében akkor, ha az elvégzett munka minőségével vagy árával szemben kifogásai lennének.